Címvédőként vágott neki a bajnokságnak a nyíregyházi junior csapat, és a Bockó Ádám által irányított együttes igazolta, hogy ebben a szezonban is számolni kell vele. Az alapszakaszban a keleti csoportban 12 győzelemmel és 2 vereséggel az első helyen zártak Vaskóig, úgy, hogy csak nagyon ritkán tudtak teljes csapattal pályára lépni. A felsőházi rájátszásra így 4 győzelmet és 2 vereséget vitt magával a nyíregyházi gárda, amelynek 8 csapat közül a legjobb 6 között kell végeznie ahhoz, hogy ott legyen az országos döntőben. Legfontosabb célunk, hogy országos döntőbe jussunk, és ott igazából pillanatnyi forma dönt, sérülések, egy jó megmozdulás, úgyhogy ott igazából már bármi megtörténhet. A juniorok közül többen is rendszeresen szerepelnek a Nyíregyháza Blue Sharks felnőtt csapatában. Mokánszky Máté számára egyértelmű, hogy nekik húzó embereknek kell lenniük saját korosztályukban. Nyilván azért másabb készül egy junior meccsen, azért ott nagyobb főszerep hárul ránk, mint egy felnőtt meccsen, ugye mert ott azért kiegészítő emberek vagyunk, nem kell annyit pályán lenni, vagyis pályán kell lenni, ugye, mert fiatal szabály megköveteli, de mégsem olyan nagy teher hárul ránk, mint a junior korosztályban. Nyilván juniorban nekünk kell húzni a csapatot, a hátunkra kell venni a játékosokat, húzni egymást és bíztatni egymást a végségig. Sitku Márton szerint jó esélyük van arra, hogy megismételjék tavalyi szereplésüket. Van minden poszton jó játékosunk, Palánk alatt is meg tudjuk találni a helyzeteket, és ugyanúgy mezőn poszton is jó játékosok vannak. A felsőházi rájátszás nyitó meccsén a Pécs ellen kicsit döszögősen kezdtek a hazaiak, aztán a második negyedben átvették a vezetést, és végül 87-76-ra győztek Bockó Ádám tanítványai. Az 5 győzelemmel és 2 vereséggel listavezető nyíregyháziak vasárnap szombathelyen lépnek pályára.